A gólyatáborba vittük el 100 gyereket. A klik előtte szólt, hogy semmilyen hivatalos igazolást erről nem adnak, mert akkor ki kellene fizetniük a túlóráinkat. A tankerületi vezető azt kérte, hogy állítsak össze egy pontos statisztikát arról, hogy ki hiányzott az órákról február 29-én. A tankerület vezetője azt kérte, hogy a statisztikát ne levélben küldjem el neki, hanem ha lehet, én, az iskola igazgatója, amint kész van, fáradjak be vele személyesen hozzájuk. Megint azt kérdezem, hogy mit keresek én itt? Miért nem tapsolok és énekelek a múzeumkertben? Még pénzt is kapnék érte. A kollégáimért állok itt, a betegekért állok itt, a rokkantakért állok itt, akiket lesöpörnek nap mint nap. Ha én zászló volnék, sohasem lobognék, mindenféle szélnek haragos halni. Egy percre, most csak egy percre. Elmondom a mi 12 pontunkat. Első pont. Az érettségire vonatkozó módosításokat halasszák el. Nem hagyhatjuk, hogy a mostani 11-es diákoknak jövőre úgy kelljen érettségizniük, hogy még most sem tudhatják pontosan annak követelményeit. Egyetértetek? A középfokú szakképzési rendszerben a kormány által tervezett minden változtatást azonnal függesszenek fel. Nem engedhetjük, hogy a diákok kétharmada már 14 évesen elveszítse szabad döntéshez való jogát. Egyetértetek? A munkatörvénykönyve szerint a heti munkaidő 40 óra. Akkor gyerekeinknek se kelljen ettől többet tanulással tölteniük. Egyetértetek? Egyszer mindenkinél eljöhet az a pillanat, amikor nem hallgathat tovább. Nálam ez akkor volt, amikor Balogh miniszter úr Facebook bejegyzésében azt sugallta, hogy az országtudományos diákolimpikonjai egységesen a kormány oktatáspolitikáját támogatják. Ehelyett megtartó és visszaváró országban szeretnék élni, ahonnan nem megy világgá végleg a fiatal tudós társadalom jelentős része. Olyan országban, ahol az oktatás visszakapja autonómiáját, ahol az állam csak akkor avatkozik be, amikor a lemaradókat és leszakadókat kell támogatni, hogy megvalósuljon a legfontosabb elv, az esélyegyenlőség.
Nem hallgathatunk tovább. Nem hagyhatjuk gyerekeink sorsát azokra, akik a becsődölt köznevelési törvényt ránk erőszakolták. Miért kell egész generációkat feláldozni a múltba révedés oltárán? Miért akarja, hogy egy Európához közelítő közoktatás helyett letűnt rendszerek rég meghaladott modelljeihez térjünk vissza? Azokért a gyerekekért vagyok itt, akik családjaikkal a szegénység kockázatának leginkább kitettek. Azokért, akiknek még kockás ingük sincs. Akikhez nem ért el ennek a mozgalomnak az üzenete, mert a szegénységben más üzenetek hangosak, a túlélés üzenetei. Azokért vagyok itt, akik a döntéshozók szerint rossz családi szokások miatt nem reggeliznek, nem pedig azért, mert nincs mit. Itt van előttünk a lehetőség, hogy a generációk óta cipelt nehéz terhet, mint egy zsákot letegyük. Most vagy soha! Tehát, ha 2016. március 23-án éjfélig nem kérnek bocsánatot, és nem ülnek tárgyalóasztalhoz a komolyan vehető tárgyalópartnerek, akkor sztrájkolni fogunk. Mi is merünk ám nagyot álmodni? 2016. március 30-án pedig csak úgy sztrájkolhatunk, ha közben polgári engedetlenséget követünk el. Alkotmányos jogunk megvédeni magunkat, és kinyilvánítani azt, amiben hiszünk. Ezzel a jogunkkal azonban ma csak úgy élhetünk, ha közben megsértjük a törvényt. De kérdezem én, milyen törvény az, ami a hatalmat védi a polgárokkal, az emberekkel szemben? Mi a jogunkért harcolunk, ha kell, a rossz törvény ellenében is. Nincs hatalmat felettem, 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 nincs hatalmat felettem. Adj 1%-ot az átlátszónak, hogy megtudd, mire megy el az adót 99%-a.